Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Pityóka Fesztivál. Nagymányokon a székely konyha mindennapi ételéjé volt a főszerep. Baracz Lekvár Fesztivál. A legízletesebb székely lekvárt keresték Tevelen. Bukovinai találkozások. 33. alkalommal rendezik meg a Folklor Fesztivált Bonyhádon. A Folklor Fesztivál eredete. Multidézés Csiki Bélával. 8 csoport gyűlt össze Nagymányokon a piac téren, hogy megmutathassák egymásnak, hogyan készítik a pityókás ételeket. A székely konyha mindennapos alapanyaga volt a krumpli, amiből a háziasszonyok édes és sós ételeket egyaránt tudtak az asztalra varázsolni. Szorgos kezek munkálkodnak a krumplis, vagy ahogy a székelyek hívják, a pityókás nudli elkészítésén úgy, ahogy ezt a nagymányokiak körében szokás. Emellett az asztalokon készültek különféle sóságok és édességek, melyeknek közös vonásuk az, hogy mindegyik alapanyaga a krumpli. Az ide érkezők bográcsaiban főtt a paprikás krumpli is. A székely konyha tucatjával ismeri ezeket az ételeket. Kevesen tudják, hogy mi is az a pityóka. Hát ez magyarul krumpli vagy burgonya, ugye mi bukovinai székelyek ezt megszoktuk, hogy pityóka. Az öregeknél ez egy olyan hagyomány volt, mert mindenhez lehetett használni. Csak egy kicsi ilyet, vagy szalonnát, vagy akármit hozzátettek, meg kijött belőle a kaja. Hát aztán itt ide is elhoztuk mi, ugye bukovinai leszármazottak vagyunk, és bizony olyan hét nincs, hogy ne legyen kétszer legalább valamiféle burgonya ételünk. 11 féle, tehát ezek a legismertebbek, ugye, amit a hétköznapokban az asszonyok is otthon főznek. A csapatok megmutatták egymásnak tudásukat, bár gyaníthatóan nagy meglepetést nem tudtak okozni, hiszen ezek a finomságok minden háztartásban rendszeresen elkészültek. Ezeknek az ételeknek az a nagy előnye, mondják a háziasszonyok, hogy nagyon gyorsan asztalra lehet tenni, és általában nagy is a keletje. Krumplis lángos készítünk, illetve pityókás, úgy mondjuk, ugye? Mert pityóka fesztivál van, úgyhogy, és nudlit is csinálunk, hagymás nudlit. A krumpli az szinte mindennapos, ha más nem levesbe kerül, igaz lányok? Úgyhogy szinte mindennapos a krumpli. Miközben készült a pityókás nudli, mi arra voltunk kíváncsiak, hogyan fogyasztják ezt a mindennapokban. Főételnek is használták a székelyek, egy kis pityókával, egy kis liszt, gyorsan megvolt, és rá egy hagymás szaptot, hagymát pirítani csak, vagy szalonna ugye mindig volt, és ez nagyon gyorsan megvolt. Ebédre is, meg vacsora, főételnek is, tehát nem csak ilyen kiegészítőnek, hanem főételnek is. Pityóka, egy kis liszt hozzá, meggyúrni, és már sodorták, forrt a víz közbe, ugye bele, hagyma pirult, és egy kéz nagyon hamar megvolt, gyors étel. Az önök kedvenc paprikás krumpli elkészítése pedig a férfiak dolga volt. Én egyet tudok csak, ezt. Amiben van kolbász, szalonna, paprika, ami kell, minden. Azért szegény embernek a paprikás krumpli az mindig eledele volt, és most egyre több szegény lesz, úgyhogy lesz több paprikás krumpli, szerintem. És a főétel után következhetett a fánk, amiről azt mondják az asszonyok, jobb, mint egy torta. De az is igaz, hogy ma már a fiatalok nem szívesen állnak oda sütögetni. Figyelem, következik egy nagyon-nagyon finom fánk receptje. Egy kiló liszthez fele arányba kell a krumplit. Megfőzi, és kinyomja rendesen, és akkor hozzáadja. Élesztő kell hozzá, tejjel kigyúrni, és ennyi a receptje. Inkább ez olyan, hogy babgulyás mellé, vagy krumpli paprikás mellé a gyerekek, ez volt a desszert. Ez nagyon finom volt, és ezt még a szüleimtől tanultam, és nagyon-nagyon ízlett mindig minden. A zsűri értékelése alapján az ételversenyben a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete bizonyult a legjobbnak. Főtt krumplis tocsnit, nyers krumplis tocsnit, hát székelyek azt mondják tocs. Igen. És főtt krumplis tocsnit, és gombóc lesz, hagymás nudli, csak nincs. Gombócnak csináljuk. Milyen használták a tócsnit? Tócsnit, mihez ettél? Ez egy erős, tehát egy ilyen töményebb leveshez, ez második ételfogásnak, vagy fokhagymáson, vagy tejfölösen, vagy aki édes szájú, akkor édesen, tehát változatosan lehet ezt fogyasztani.
és a főzés és a közös együttlét a jó kedvet is magával hozta. A nagymányoki székelyek meghívásának ezúttal 8 csoport tette eleget. Hatodik alkalommal szervezte meg hagyományőrző rendezvényét a Teveli Székelykör. A csapatokra egy feladat várt a délután folyamán. Az éppen érő barackból kellett lekvárt főzni azokkal a kis fortéjokkal, amelyek generációról generációra szállnak a családokban. Az elkészült finomságokat háromtagú zsűri értékelte Tevelem. Baráti üdvözléssel köszöntötte a Teveli Székelykör vezetője a környező településekről érkezett vendégeiket, akik közösen főzték be a most érő szezon gyümölcsöt. Hatodik alkalommal szervezzük meg ezt a hagyományos lekvárfőzést, és ez a mai napon kerül lebonyolításra, hogy itt az időpontot túlnyomó részt a barack éréshez kell állítani, és most már azok a fajták érnek, amiből érdemes vagy lehet jó lekvárt készíteni, úgyhogy most lekvárfőzési napot szerveztünk itt a Teveli Székelykör portáján. 6 éve ezelőtt gondoltuk, hogy egy közösségi rendezvényt szervezünk, ahol egy kicsit közelebb kerülnek az emberek egymáshoz, a másik meg az se baj, hogyha felevejtjük a nagyanyáink receptjeit, amiben ahogy a lekvárokat készítették, tehát itt nem csak a baracra, hanem a szilva lekvár, de az egyéb gyümölcs lekvárok. Mondtuk, hogy felemeljük, és hát, hogyha az utókor esetleg elmenti, vagy átveszi ezeket a recepteket, és ez olyan jól sikerült első alkalommal, hogy kibővítettük, és ma már gyakorlatilag 6 csapatot hívtunk meg, 5 csapat tudott eljönni, sajnos betegség miatt a 2 utolsó pillanatban le kellett, hogy mondják, de ma már újak is vannak, mert a kis dologiak azok újoncként vannak itt, a vaskutiak, dombováriak, nagymányok, akik már régi ismerősként, és régi bajnokonként érkeznek már vissza a lekvárt főzőre, mert egyébként nem csak lekvárt főzünk, hanem meg is versenyezhetjük, tehát bajnokot is, vagy győzteseket is avatunk minden rendezvény alkalmával. Le lesz darálva. A Teveli szervezet minden csapat számára 10 kg barackot biztosított, amit egy környékbeli termelő adományozott számukra. A csapatok aztán saját fortéjaik mentén készítették el a lekvárt. Az elkészült lekvárokat megosztjuk, a főzők és a résztvevők is visznek el belőle, illetve egy része itt marad az egyesületnél, és azt valamilyen elfogadható áron értékesítjük, de hát igazából nagyon sok minden nem marad belőle, meg hát közösen meg is kóstoljuk. Nálunk van hagyományos disznóvágás a székeknél, ott is vannak hagyományos sütemények, például kertet, tészták, amiben tudjuk használunk főleg fát. Tehát ugye mindjárt megelőlegezzük, vagy megalapozzuk a disznóvágásnak az egyik alapanyagát. Természetesen közösségépítő hatása is van, mert nagyon lényeges, hogy jó hangulat legyen. Egymással az emberek egy picit jó szemben meg is versenyeztetjük, tehát egy kis versenyszellem. Meg hát közben-közben azért elárulom, hogy ott a barack, ugye van ez a vicc, hogy a miért sárga a barack, és miért sárga a barack lekvár. Hát ugye azért sárga, mert szégyeli magát, hogy nem pálinka készült. Na hát mi ebből előrelépünk, és van egy kis barack pálinka is itt a torok öblítésére. Úgyhogy egy picit a hangulatban ez is reméljük, hogy hozzájárul. De alapjában véve a találkozások, ugye azért Vaskútról, Dombováról nem találkozunk minden nap itt a többi egyesületre, és jó érzés találkozni, és egy kellemes délutánt gyakorlatilag eltölteni együtt. A környező településekről érkezett hagyományőrző csapatok között akadt olyan is, aki most debütált a Teveli rendezvényen. Mi az idei évben első ízben veszünk részt a barack lekvárfőző versenyen, és reméljük, hogy a saját receptünk alapján, amit ugye nem akarunk elárulni titok, ugyanúgy, ahogy az aratásnál is múlt héten voltak titkok a Kisdorogi Aratófesztiválon, itt is szeretnénk mi is a titkainkat megtartani, és reméljük, hogy sikereket fogunk elérni. Mi nem forrázzuk le, hanem mi úgy húzzuk le a héját, és a vitamint nem öljük ki belőle előre. Ez az legnagyobb titok. 9 vagyunk, és mivel a Kéti Székelykörből lebetegedtek, ott 3 fő maradt, és azokat befogadjuk a csapatba, és akkor úgy fogunk össze. De ők alkalmazkodnak a mi szokásainkhoz. Az asszonyok egyetértésben készítették elő a barackot a lekvárfőzéshez. Ki így, ki úgy. Volt olyan csapat, aki daráló segítségével tette homogénné a gyümölcsöt, voltak, akik nagyobb darabokra szelték össze a barackot, és így rakták az üstbe. A cél mindenki részéről egy volt, hogy egy igazán finom, télálló lekvár kerüljön az üvegekbe. A zsűrinek persze annál nehezebb volt a feladata. Számos szempont alapján rangsorolták a délután folyamán elkészült lekvárokat. Az a kérés a szervezőknek, hogy csak azokat a szempontokat kell figyelni, ami az asztalon lesz. Tehát én ezt most megnéztem,
van véleményem, azt megtartom magamnak, de amikor az asztalon majd a számomra ismeretlen tételek kerülnek kínálásra, akkor az előírt szempontok alapján kell nekem majd vizsgálni, vagy nekünk inkább úgy mondom, vizsgálni a tételeket, tehát szín, állag, illat, stb. Ami, és melyik a szimpatikus. Igazából azt kell mondjam, szerintem ez nem egy objektív, egy szubjektív döntés, hiszen nem egy országos versenyről van szó, hanem egy helyi, és a közösségért szól ez az egész rendezvény. Nem arra szól, hogy itt nincs utolsó helyzet szerintem, itt mindenki első helyzet lesz szerintem, de arra kíváncsi ezek, mi ezt a maga minőségi különbség. A lekvár keménysége egyéni ízlés kérdése, mint ahogy az is, hogy dzsemszerűen gyümölcs darabokkal, vagy inkább homogén állapotban szereti-e valaki. Nagyon szeretem mind a kettő fajtát, de én nem vagy fiatal vagyok, én emlékszem azokra az ízekre, amelyeket gyerekkoromban kóstoltam, és az pont egy kelet-európai országból, és nem annyira szimpatikus sok ember számára, azok az eper dzsemlekvárok, amik akkoriban voltak, nekem mindig az hozza vissza azokat a kellemes élményeket, de tény, amit a feleségem csinál, vagy a környezetünkben kóstolunk sárgabasz lekvárokat, azok is nagyon, nagyon szimpatikus, nagyon finomak. Ha kell választani, elsőbben balaszkot választok. Szerintem a palacsinta abban a legjobb. Puding próbálja az evés. Ezt nézzük még, mi fő ki, mit tálalnak ki, mert nézzük, mi lesz az állalag, és akkor az alapján fogunk dönteni. Én azt gondolom, hogy a korosztályt nézve mindenki profi lesz. Én nem hiszem, hogy itt valaki most először fog lekvárt készíteni. Én nem gondolom, hogy különbségek lesznek. Én pozitívan állok hozzájuk. A késő estében nyúló rendezvény egy közös vacsorával és Illés Antal kíséretében közös nótázással zárult a Teveli Székelyportán. A Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál az Országos Szövetség tagegyesületeinek és a bukovinai székely közösségek fontos találkozási lehetősége. A fesztivál magyar helyszínén Bonyhádon a népdal, a tánc, a zene, valamint a hagyományok, szokások, gasztronómia kapja a főszerepet. A folklor eseményt, amelyen a sok nemzetiségű tájegységből a 20. században elszármazott népcsoportok hagyományőrzői találkoznak, 1990 óta évente rendezik meg több helyszínen. A pandémia miatti szünet után idén augusztusban újra találkozhatnak a bukovinai székelyek. Több mint 30 év telt el az első bukovinai találkozások óta. A fesztivál azóta nemzetközi rangot kapott, és a bukovinaiak által lakott 7 országban rendezik. Lengyel, román, magyar, szlovák, ukrán, német és moldvai településeken, melyeket a harmonikus együttélés hagyománya köt össze. A fesztivál rámutat arra is, hogy milyen fontos szerepe van a kultúrának, főleg az ifjúság körében. A nemzetközi fesztivál magyar helyszíne Bonyhád. A szervezése azért az elég sok időt, illetve kapcsolatokat, hiszen ugye egyik évről másikra alakulnak ki. Elég sok bejelentések, meg különböző ilyen úgymond kötelező dolgokkal járul, illetve hát ugye maga az, hogy azért külföldi csoportok jönnek, hiszen most az ukránok sajnos nem tudnak jönni, de a román csoport, akkor Lengyelországból két csoport, két helyiségből jönnek, valamint tagegyesületeink, hál' a Jóistennek most az idén elég sok helyről jönnek, így az Aldunáról, például Szertelendi falváról, Székelykevéről, Pancsováról, úgyhogy végül is elég szépen képviselik magukat, tetik magukat, illetve ugye az erdélyi részről is, hiszen Madé falva, Csernekeresztül Déva, úgyhogy Marosrudas, úgyhogy szinte minden tagegyesület képviselteti magát, úgyhogy így elég sokan lesznek. A szállásokat azokat a gimnáziumban szoktuk mindig igényelni, illetve ott van a reggelisztetés, ebédeltetés és mondjuk a vacsora is. Úgyhogy így ez a része most már úgy folyamatban van, illetve hát megtörtént. Mondjuk elmondható, hogy sajnos itt is bizonytalanná tette ugye a mai helyzet, ugye a háborús helyzet, úgyhogy eléggé az utolsó pillanatokban tudtuk rákoncentrálni, hogy valóban meg lesz tartva, és akkor így a szervezést is tologattuk így ez miatt, de hát bízom benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát, és mint ahogy eddig is, jó szájézzel mennek haza. Nagy részt végül is az ételek bemutatása is volt, mikor valamilyen szinten, hiszen adott a lehetőségek,
de inkább egy folklor fesztivál, tehát tánc, illetve ének, tehát népdalkörök vesznek részt. Valamint van egy része ugye a menettánc, tehát egy utcai felvonulás. A táncosok nagy része szinte fiatal, tehát így mindenképpen ugye azért. De én úgy gondolom, hogy a visszatekintve a korábbi fesztiválokra elég sok fiatal vesz részt, és így bízom benne, hogy az idei évben is hasonlóan. Ugyanúgy a népdalköröknél is azért elmondható, hogy vannak fiatalok, akik bízom benne, hogy fogják vinni a stafétát tovább. A folklór eseményt, melyen a sok nemzetiségű tájegységből a 20. században elszármazott népcsoportok hagyományőrzői találkoznak, 1990 óta rendezik meg. Csiki Béla a kezdetektől szerepet vállalt a bukovinai találkozások folklórfesztivál szervezésében, lebonyolításában. Stábunk a bátaszéki székelyházban kereste fel a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége egykori alelnökét, aki a fesztivál múltjáról mesélt. A Bukovinában alapított 5 település, Isten segíts, Fogadj Isten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva. A bátaszéken élő székelyek többsége ez utóbbi faluból került előbb Bácskába, majd a II. Világháború után a Tolna megyei településre. A székelyek megtartották hitüket, megőrizték hagyományaikat, akár csak Csiki Béla szülei. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége egykori alelnöke a kezdetektől szerepet vállalt a bukovinai találkozások folklórfesztivál szervezésében, lebonyolításában. Az első igazi bukovinai találkozások, hogy úgy mondjam, szó szerint kint Bukovinában volt. Mert akkor én még ott nem voltam, én már itt születtem Bátaszéken 46-ban, 8. gyerekként, és hát édesanyám, édesapám, testvérei, mindegyik perfekt beszéd 2-3 nyelven. Ez az én szégyenem, hogy nem tudok. Mert hát milyen az ember, mikor fiatal lusta, és mindig másoltosabb. De hát érzem a hiányát, de pótolgatom a dolgokat. Tulajdonképpen a tagságnak volt az igénye. Többen jelezték, és nekünk, mind a szövetségnek a vezetői, a igényeket ki kell elégíteni. Tehát nem akkor vagyunk jók, ha valamit kitalálunk és megcsináljuk, és ráerőltetjük a többségre, hanem az az igazi, amikor alulról építkeznek, és az igényt jelzik, azt mi összeszedjük, és időrendi sorrendben és téma szerint tudjuk akkor tálalni és megbeszélni. Így maradandóbb, érthetőbb, és hogy mondjam, egy laikus számára is abszolút közérthető, és a lényege tudja, hogy honnan jött, és hol tart. Mert az a lényeg, hogy honnan jöttünk, és hova tartunk, de ezt állandóan fel kell frissíteni, és kevés erről beszélni, ezért tenni kell, cselekedni, szervezni, és mindig bevonni az alulról jövő igényeket. Szinte én természetes módon jött. Tehát mindenki részéről, tehát nem magamról beszélek, meg a székely vezetőségről, hanem mindenkinek az igényét össze tudtuk úgy vésülni, hogy időrendi sorrendbe be tudtuk tenni, és működött. És mai napig is így működik. Tehát mi annak vagyunk az igaz hívei, a kitaláció az nem jó szó, hanem ezt nem kell kitalálni, mert ez egy élő hagyomány volt, ezt kell föleleveníteni, és akkor teszik élővé, ha minél többször megemlítjük és bemutatjuk. És ez a lényege szerintem. A létszáma a bukovinai székelyeknek meghaladja az 1000-et, és a bukovinai székelyek ezt a hagyományt úgy éltetik, hogy az adott helyre is mindjárt visszaültetik.
És ez ettől, hogy mondjam, ezért nincs annak olyan érzete, hogy most itt kitalál valaki valamit, és azt szerint összeszedjük. Mert nekünk is jobb, hogyha úgy jön össze a dolog, hogy élőben is folyamatában egybefonódnak a dolgok, és ettől olyan szép, olyan jó. Tehát volt olyan, hogy a Bukovina Fesztivált a Zbigniew Kowalski szervezte. Ő azért tudta ezt megtenni, mert a munkahelye is ez volt, a szakmája is ez, és volt egy csoportja. Tehát ő keresett meg bennünket, és akkor egyeztünk meg abban, hogy hát most hogy is legyen. Tehát ez nagyon jó volt mindenkinek, mert olyan helyre kerültünk el, ahol a szüleink már voltak, de még nem, és most láttunk olyan dolgokat, amit, hogy mondjam, régen fotóról az emberre emlékeztették. Jaj, de megint más ott lenni, és ezt átélni. Köztudott, hogy az embereket mindig a búcsú és az egyéb dolgok tartják egybe. Na de búcsú csak ott lehet, ahol van alap. És ha ez az alap megvan, hála Istennek van rá igény, akkor nincs gond. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!